Kéne nekem egy csacsi, de olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni. És úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna a csacsi, az nem fogyaszt álmat. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Megteltek a Babits Mihály Kulturális Központ előadó termei, ugyanis ismét megrendezték a Hollós László természetismereti versmondó versenyt. Az indulók egy tetszőleges alkotást adhattak elő, egyetlen kikötés volt, mégpedig, hogy a szerzeménynek a környezet, az élővilág sokszínűségét, az ember és a természet kapcsolatát kell kifejeznie. A madárénekkel készültem, ilyen természetes vers madarakról szól, ez ilyen aranyos, meg ilyen... Hogy is mondjam, aranyos, meg ilyen kifejezi azt, hogy ők hogy érezhetnek. Szerintem eléggé jó, mert a madármama szerepébe van ez a vers, és akkor úgy. Luca azt mondja, bár nem először járt ilyen megmérettetésen, most is sokat készült a versenyre. Ezért először készültem sokat, most már kevesebbet kellett, de... Azért készültem rá. Azért szeretek ilyen versenyekre járni, mert mindig meg lehet gondolni, hogy most tanulsz irodalmat, vagy nem. És akkor, hogyha megtanulod, például ilyen lehetőségek is vannak, és akkor, hogyha például nyelsz valamit, az mindig olyan örömmel tölt el. Zöldeljen sok ideiget, ültes hársa, illatozzon, méhecskéknek nektárt adjon, sudán nyár pár kis gerléknek, hadd ringasson puha fészket. Tölgyet, bükköt, szép erdőket, hol a sok vad, majd felnőhet. Valószínűleg többen úgy gondolják, hogy a versmondás és... Egyben az értékelése is, az nagyon szubjektív. Részben igazuk van, de mégis létezik olyan szempontrendszer, amelyik alapján azért a zsűri tagjai, főleg, hogyha rendelkeznek egy kis rutinnal, akkor el tudják dönteni, hogy melyik versenyző milyen teljesítményt nyújtott. Számunkra és számomra mindenféleképpen fontos egyik elsődleges szempont az a versválasztás. Mindig el szoktuk mondani, hogy a versmondó korának vagy érzelmi-értelmi fejlettségének, a személyiségének megfelelő szöveget válasszon, mert ez nagyon fontos. Ugyanis az elmúlt években azért kiderült, hogy azonos korú gyerekek között is hatalmas különbség van. Valaki még tulajdonképpen itt áll harmadik osztályos fes fiatalemberként, de igazából az még az óvodára hajazó meséstörténeteket választja, és preferálja inkább. Másik kislány, vagy akár nagy fiú, aki szintén mondjuk 9-10 éves, már egészen komoly alkotásokat magáévá tud tenni, és nem csak érteni tudja, hanem értetni, és nem csak érzi, hanem érezteti is. És tulajdonképpen a versmondásban ez a legfontosabb. A versmondás egyáltalán nem egyszerű műfaj. Eszköztelem. Tulajdonképpen a nyelvi eszköz az, amelyik rendelkezésre áll. Ez is mondjuk, ezért is szoktuk azt mondani és hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy minden rendben legyen a szánkban. Itt is előfordultak apró hangképzési problémák, illetve olyan dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni, hiszen a magyar nyelvnek vannak különböző sajátosságai, rájellemző fontosságok, amelyekre érdemes odafigyelni. Ilyen például és a versmondó versenyeken többször előfordul a pontos hangsúlyok használata. A magyar nyelv egyik sajátossága, és ezt azért illik egy versmondónak betartani, és megtanítani neki, és megtanulnia, hogy mondjuk egy jelzős szó szerkezetben a minőségjelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Ez általában probléma, itt is előjött egy-két hangképzési probléma, amelyen egyébként kiváló szakemberek, logopédusok nagyon gyorsan tudnak segíteni. Tehát amikor mi értékelünk és személyes értékelést adunk a gyerkőcöknek, és beszélgetünk a pedagógusokkal, akkor gyakran elmondjuk, hogy bátran kérjenek segítséget mondjuk egy fejlesztő pedagógustól vagy egy logopédus szakembertől, mert lehet, hogy
roppant jó eszközei vannak mondjuk annak a gyerkőcnek. Nagyon jó a kiállása, nagyon jó versmondó alkat, de még bizonyos dolgokat helyre kell tenni. Hogyha ezeket megteszik, akkor előállhat egy jó kis konstelláció, és hogyha találnak hozzá megfelelő szöveget, amelyik a gyereké is azt igazából át tudja adni, és át is jön, akkor lehet egy jó eredmény egy versmondó versenyen. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, és mostanában nagyon fontos a művészi hatás, hiszen azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen a személyisége, az egyénisége a versmondónak. És ha ez átütő, vagy egy kicsit más, vagy különleges, vagy érdekes, akkor az is nyomhat alatba. A szavaló versenyt utoljára 2020-ban tudta megszervezni az intézmény, így nem is csoda, hogy ilyen népszerű volt a program. Ugyanis megközelítőleg 150 kisdiák vett részt az eseményen. A három korcsoportot is kellett, a szó jó értelmébe kellett létrehoznunk annak érdekében, hogy itt kora délutántól valószínűleg estig szebbnél szebb verseket és szebbnél szebb előadásokat hallhassunk a gyerekektől. Ennek a versenynek a tematikája városunk díszpolgára, kiváló szülöttje dr. Hollós László nevéhez fűződik, aki egy ismert mikológus, gomba kutató és természettudós volt, korának egyik legkiválóbb Európa és világszerte ismert tudósa volt. Városunk hosszú évek óta méltó emléket igyekszik állítani az ő emlékének. 2009-ben például posztumusz díszpolgári címet is elnyert, utca is őrzi nevét, illetve több iskolában folyamatosan azóta versenyek, ismeretterjesztő előadások zajlanak. Ebben a három korcsoportban szinte valamennyi szekszárdi általános iskola, és nagy örömünkre a vármegye több településéről, ha jól emlékszem, 6-7 településre is érkeztek diákok, számos felkészítő tanára a szülővel, úgyhogy én azt gondolom, kiváló a hangulat, nagy az izgalom a gyermekek között, és ezzel is folytatni tudjuk azt a tematikus gyermekeknek szóló versenysorozatunkat, amelyben rajzpályázatok, irodalmi művek, szavalóversenyek mellett most egy természetismereti szavalóverseny zajlik.